Ez a Kívánságszolgálat, a heti TV kívánságműsora. Jó napot kívánok mindenkinek! Hétfőn volt az 500. adásunk, ezt az alkalmat ezen a héten tovább ünnepeljük. Mára is hoztam egy napi gondolatot, mely Paulo Coelho brazil író tollából származik, és a következőképpen hangzik. Mindig látjuk, melyik lenne a legjobb út, de mindig azon az úton járunk, amelyikhez hozzászoktunk. Elgondolkodtató sorok. A mai műsorban felidézünk egy korábbi beszélgetést, amikor is Csongrádi Kata színésznő, énekesnő, író, színpadi szerző volt a vendégem, már csak ezért is érdemes lesz velünk tartani. Lássuk a mai első üzenetet. Vámos Erika barátnőjét, Imre Flórát köszönti közelgő születésnapi alkalmából Debrecenben, a ma elhangzó összes felvétellel, köztük a következő dallal. Isten áldásával nagyon jó egészséget és hosszú boldog életet kíván neki. Lila Akácok, énekel Pere János. Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj? Lila akácok, minek a vágy, ha elszáll? Minek a nyíló virág, aki kelet? Mit ér a rongyos világ, ha nem szeret? Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj? Lila akácok, a boldogság sosem vár. Minek a kis kerti pad, minek a nyár alkonyat? Amikor egymást szeretni nem szabad. Virágos tavaszi kertek ölén zártam először a szívembe én. Később karöltve jártunk Budán, várt ránk a csendes tabán. Szép volt a szerelem, szép volt a nyár, vártam a ligetben, hogy jön-e már. Lila akácok nyíltak a fán, már csak bús emlék csupán. Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj? Lila akácok, minek a vágy, ha elszáll? Minek a nyíló virág, aki kelet? Mit ér a rongyos világ, ha nem szeret? Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj? Lila akácok, a boldogság sosem vár. Minek a kis kerti pad, minek a nyár alkonyat? Amikor egymást szeretni nem szabad. youtube.com/kívánságszolgálat. Ezt a címet már nagyon jól ismerhetik. Itt tértölés időtől függetlenül visszanézhetik korábbi adásainkat. Ha pedig feliratkoznak erre a csatornára, első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Folytassuk egy újabb üzenettel. Pongrácz Attila egy korábbi adásunkban hallotta a következő dalt, szeretné újra kérni, és küldi mindenkinek, aki szereti. A felvétel címe ma éjjel, Grinovic Anikóval folytatjuk. Lássam az arcodat. Most hol lehetsz? Ma éjjel légy a
ma éjjel kell, hogy lássam szerelmedet. Csillogó szemed, ma éjjel ott lennék veled, ma éjjel táncolnék neked, ma éjjel álmodnék veled, ó, hol lehet. Ma éjjel fognám a két kezed, ma éjjel mesélnék neked, ma soha el nem engednélek, maradj velem. Örökre kedvesem, ma éjjel térden állva kérlek, hogy bocsáss meg ma nékem, hisz az életem. Odaadnám neked, Helga kedvenc előadója egyik felvételét szeretném meghallgatni, lehetőség szerint a mai napon, viszont a dalválasztás lehetőségét ránk bízta. Arra gondoltunk, hogy következzen most a Hello című felvétel, ahogy a nézőnk is kérte, Mudzsahid Zoltán énekel. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side.
must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can see that I tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry, I hope that you're well. Did you ever make it out of that town when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the heart, but it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Ooh, anymore. Ooh, anymore. Ooh. Marosi Illikó SMS-ben kérte a következő dalt, fogadja sok szeretettel. Búbánatos ez a világ, énekel Turay Kismária. Búbánatos ez a világ, a felesem ánya. Megköszönöm az, amit el, menjen az útján. Szerelemmel
Baros Ilona Vácon szeretné meghallgatni a következő dalt, egyúttal szeretettel küldi mindenkinek, aki szereti. Az Abba legendás lagerével folytatjuk magyarul Berentei Péter előadásában. A felvétel címe Minden a nyertesé. Tavasz lesz-e még? Szeretni, szeretnék.
holnap tán víg leszek. Ma még nehéz nekem, a játszma megy tovább, az élet meg nem áll, az élet meg nem áll. Ahogyan ígértem önöknek a műsor elején, itt van velem a stúdióban Csongrádi Kata, színésznő, énekesnő, író, színpadi szerző, és a titulusok sorát még hosszasan lehetne folytatni. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek. Hazajáró vendég vagy, úgyhogy érezd magad most is otthon. És egy hogy vagy kérdéssel azért hadd indítsam, és utána mindjárt rátérünk a beszélgetésünk apropójára. Köszönöm, a lehető legjobban érzem magam, mert sorba a fellépéseken olyan álló vastagsal szeretgetnek, ölelgetnek a nézők, a közönség, hogy csak azt tudom mondani, hogy röpködök örömömben. Nézőink nagyon jól ismerik az Elmúltam annyi című dalodat, annak a klip változatát nagyon-nagyon sokszor kérik a Kívánság műsorban. Leszögezhetjük, hogy egy sláger lett, igazi ideális ajándék egy köszöntéshez. Viszont ha jól sejtem, akkor elérkeztünk a folytatáshoz, egy újabb kliphez. Igen, valójában ugye az Elmúltam annyi, az a tavalyi Hogyha szeretsz CD-m egyik dala, amelyik nagyon hamar platina lemez lett, és abból készült ugye az egyik dalhoz, az Elmúltam annyihoz klip, és kaptam további önbizalmat, hogy dalokat írjak, és nagyon meghatott engem a Havasi Gyopár története, ami egy legenda, arról szól, hogy annak idején a betlehemi csillag, miután elvezérelte a három királyokat a jászolhoz, tovább vándorolt. Leszállt a földre, és Havasi Gyopár lett belőle, méghozzá egy olyan sziklás helyen, sziklás helyeken, ahol lehetetlen életben maradni. De ő így szimbolizálja a túlélést. És mivel ez engem nagyon szíven ütött, mert azt hiszem, hogy ez nagyon aktuális mindannyiunkra, hogy vannak mélypontjaink, amiket nagyon nehéz túlélni, mégis élni kell, akkor is, ha fáj. Ez engem mélyen megfogott, és megírtam ezt a dalt az életvirágról, amiről klip is készült, én remélem, hogy a kedves nézők kedvelni fogják. Hol a titok? Vannak érzések, amik az egyént érik. Ebből születhet is akár egy dal. De honnan tudod, hogy mi az az érzés, ami nagyon-nagyon sok embert érint? Tehát hol az a csipetnyi titok, amitől egy sláger tényleg slágerré válik? Hát, ha ezt a titkot tudnám, akkor... Valamit pedig érzésből nagyon jól csinálsz. Zoli, megérint egy téma, de olyannyira, hogy szívemig hat, és elkezdek sírni. Tehát ettől is, hogy élni kell akkor is, ha fáj, ez nagyon, nagyon mélyről szívemből jött, mert nagyon sok fájdalom ért, és ér mindannyiunkat. és úgy gondolom, hogy ami ennyire szívből jön, az eljut a szívekhez. Egy-egy ilyen alkotómunka mekkora lelki terhet jelent? Hiszen azt gondolnánk, hogy egyszerűen csak leírja akkor az ember, amit érez, de nem. Ezt átéli közben, sőt, akár sokszorosan átéli. Én azt gondolom, a végére el is lehet fáradni, nem kicsit. Zoli, napokig, hetekig, hónapokig tart. Tehát megérintett ez a gondolat például, a túlélés gondolata, és az volt bennem, hogy ami nekem segít túlélni, hát ha másoknak is segít. És hogy úgy fogalmazzam meg, hogy igen, érthető legyen. Tehát ne valami nagy ködösítés, hanem a lehető legegyszerűbb módon. Ezért nagyon komoly harcot vívok magammal, úgy zeneileg, mint szövegileg.
és ezt hetek, hónapok munkája, majd eljutott Szásze Attilához, aki meghangszerelte, és az ő stúdiójába vettük föl, és utána pedig következett a klippel való küzdelem, hogy hát olyan havasidiopát keressünk, aki tényleg, hogy mondjam, filmképes. És hát ezek nagy munkák voltak. Nagyon szépen köszönöm ezt a felvezetést, szerintem nézzük meg közösen ezt a klippet. Sziklák között a szürkeségből kinyílt egy kis virág, utat törve a semmiségből szabadon nőtt tovább. Nem tudni, hogy került oda, nem tudni miért, se hazája, se otthona, mégsem szorong a holnapért. Mosolyog a világra az élet virága. Élni, élni kell, akkor is, ha fáj. Élni, élni kell, ha senki se hív, ha senki se vár. Az élet élni, élni kell, nem számít, hogy meddig élek. Felemelt fejjel tovább megyek, nem vitatkozom, a kis virág majd tovább vezet, úttalan útjaimon. Nem fél attól, hogy elsodorja egy hirtelen vihar, nem vár semmit, nem kér semmit, adni, csak adni akar. Mosolyog a világra az élet virága. Élni, élni kell, akkor is, ha fáj. Élni, élni kell, ha senki se hív, ha senki se vár. Az élet élni, élni kell, nem számít, hogy meddig élek. Élni, élni kell, búcsút intve a múlt időnek. Élni, élni kell, esélyt adva egy jobb jövőnek. Élni, élni kell, akkor is, ha lehetetlen. Élni, élni kell, akkor is, ha élhet. Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várjuk Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!